Az énekesnő sok év egyedüllét után megtalálta a nagy őt, és szakmailag is remekül haladnak a dolgai. Három év szingliség után lépett be Vera életébe szerelme, a lakásétterem és panzió tulajdonos Poli Zoltán. A férfi pont akkor talált rá az idősebb Tóth lányra, amikor az már lemondott a szerelemről, úgy érezte, többé nem lesz társa. Mióta azonban egymásra találtak, készen áll a család alapításra is nem tudom, jelenleg hogyan férne bele az életünkbe egy kisbaba. De tulajdonképpen úgy vagyok vele, ha jönni akar, jöjjön. Van egy rendkívül helyes szerelmem. A magánéletemben is és szakmai vonalon is jó irányba haladnak a dolgaim. Nincs is miért várnom a család alapítással. Vera már 15 éve van a szakmában. Ennyi idő alatt minden zenész életében vannak nehezebb időszakok, holdpontok, de az egykori megasztáros úgy érzi, sikerült megújulnia és szakmailag sikerült összeszednie magát. Ez a folyamat azonban nagyon megerőltető. Bár nagyon élvezem az új projekteimet, meg kell mondanom, nagyon nehéz megújulni, újra és újra lendületet venni. Ahogy haladok előre a kórról, sajnos, sokkal nehezebb.